Na nézzük meg, mit vett, milyen fát vett. Ha elmúlik karácsony, na majd adok én neked, várja csak karácsony. Kíváncsi vagyok, mit vettél. Ha elmúlik karácsony, a szeretett lánya halványa. Hamarad, te mit ülsz ott? Így dobtad le a karácsonyfa, te neked ennyit ér egy karácsonyfa, hogy így dobod le, more. Ha most miért nem jó az ott? Hát ez milyen jó karácsonyfa? Hízott, miért nem jó az úgy? Hát mondtam, hogy három métereset vegyél. Három métereset, és a badatévi válsa segített ki engem. Azt ennyi adják a fát, ne idegesítsél ma. Bontsuk már, kinézzük ma, mert azért már ki fog engem készíteni. Na, ott van a bonts ki. Ezt tudod, te minden fel, azt mindig így vagy mindennel. Ha mi ez a fa, more? Ha mi ez a fa? Feladom. Itt ez is rezeg ma a virág hívogat, itt vagyok. Ne virággal foglalkozzam, a vele foglalkozzam, more! Te mindenkivel foglalkozol! Ajándékot, mert még nem vettem. Jó, van ajándék! 48 évesen nekem kell a fát kibontani! Te meg itt alsz el! Végig cipeltem az egész falun. Végig cipeltem? Még ide a mamahoz is el. Ijj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 j
Hadd Krisztián, ne haragudja, ne haragudja, de ez nem, ez mi ez? Jó, hát, mi ez? Jó, ez hát, aranyos. Hát már a 3 kg szaloncukrot, erre hova teszel szaloncukrot? Ez nagyon jó. Gyere, állítsad majd, de hagyd nézzem ma, ami messziről. Nem jó ez. Ott elférnek alatt az ajándékok. Milyen ajándékok? Mare, az a rengeteg gömb, ami van nekünk, az angyalkok. Ha hova tesszük? Hova fogjuk tenni? Fel se veszi, Mare? Ki tudja, hol van ez? Mondjad. Szia kicsikém, figyelj majd, de van egy kis gondom. Bocsánat, hogy karácsonykor zavarom, mert tudom, hogy a ti kis készülőtök. Figyelj ma! Kellemes karácsony ünnepeket neked is. A kedves főjelöltem hozott nekem olyan karácsonyra. Krisztián, én Zolikával beszélek, ne szóljál ma bele, légy szíves. Jó, ma megemlítettél engem. Na. Zolika, figyelj, hozott nekem olyan karácsonyfát, hogy nem vagy a házba, de még az udvarba be nem tettem volna. Apukám, figyelj, most mi megyünk karácsonyfát szerezni, és azt szeretnénk, hogyha abba hagynád otthon a díszítést, meg a főzést, eljönni nekünk kivágni egy fát, tudok érte adni egy ezrest. Mare, hát most megasztom a pénzt, azért tudtam ilyen nehezen felvenni a telefon. Utána csinálom a halat, hát 24-e van győzik a karácsony. Na igaz, ezt mondom. Zoli, hát adok rá még 200 forintot, 1200-ig kivaksz. Mi? Hagyjál már, Mare, 1200 forintottal hagyjál már békén. Egy tízesére elmegyek, annyi... Mennyi? Amore, 10 000 forintért! Amore, én nem kapok 10 000 forintot, mikor éneklek, ne idegesítsé ma! Jó napot! Oh. Jó napot kívánok! 1000 éve, hogy vagyunk? Szervusz! Maga nem öregszik! De az van, Pista bátyám, hogy ez a... Nem igen? Tudom, minek nevezzem, a vejem lesz, de egy kicsit szédül, csorog. Uh-huh. Hogy rossz fát hozott nekem, hozott ilyen 440-eset, egy olyan dzsungaló volt, mint a bűn. Szeretnénk kivágni gyönyörű fát, jó? Jó, vág a lehetőség, lábban tudtok választani, igen? Amelyek szimpatikus. Igen. Ki lehet vágni? Ki az? Mert valaki jön. Ki az? Szarvas, hogy mi ez? Itt vannak állatok is. Ijadi! Ja, vajatok, meghallanak? Mare, te normális vagy? Hát mi? Mi, te hova mi? Hát nem azt mondtátok, hogy... Bankot rabolunk? Vagy mit csinálunk? Hát mibe vagy, Zoli? Hát mibe vagy, Mare? Azt mondtad, hogy megcsináljuk okosba. Hát de mi? Ne is, Marinek, hát de nem lopni jöttünk, nyáljam ki a szívedet, a vesédet nyáljam ki. A vesédet, hát nem lopni jöttünk. Isten, karácsonykor. Hát nem elég fekete vagy, mi ízét húzom az arcodra. Tedd már azokat, mert végén tényleg az ízét kizavarnak. Hát de te se tudod. Nem, először csinálunk így, Mare, hogy csináltak a tévében? De így? Miért? De nem ott kell, Zoli! Várjál már! Egyszer engedjél ma, várjál, Zoli! Csinálunk. De nem ott kell! Itt kell, ezt innen vágjuk meg! Hát de milyen dőteni? De utána majd levágjuk! Hát de kétszer mert ne vágjunk, ma várjál, a papu úgy csinált, amikor ma vannak vágott fal. Figyelj, éket vágunk, így csináltak a tévében is. Álljátok le, de nem lejjebb, ez a lényeg! De itt kell! Krisztián! Itt ott se jó? Ott kell nem elvágni! Krisztián, eltöröd na, a fát! Várjál, most! Figyelj, Győzi! Hát ketté töröd! Ne! Ne, vigyázz, Zoli, ne vigyázz! Na, hát minden tiszta bogar! Na, várjál! Jó, levert a bogarakot, ez jó! Nem ott! Hát akkor hol? Nem ott, hagyjátok, elmondhatom! Hát de itt nem várhatod el! De várjatok ma!
Na, hát ti jártatok kémia órára! Fel kell, hiába fel kell mászni ahhoz. Engedjétek ma meg az öregebbeknek, na várjatok ma! Legaljazzuk innen, na hogy odaférjünk. Hagyjazza! Na, így, hogy odaférjünk el. Nagyon úgy igaza van, azért jönnek a bogarak. Ez is, minek van itt te, na? Ne! More, apósodott, Krisztián, az mi? Ez egy másik fa! Azt ne roncsuk, mert az jövőre majd valaki megveszi. Hát de Krisztián, az a másik fa! Jó, igazából lehet, már alig látok-e. Hát te tényleg vak vagy, More, te tényleg olyan vagy, mint Bibrádér, te vak vagy. Ezeket is be kéne szögelni. Hát de milyen szögi? Zolika, ne dőzs ma, ne! Hát de nem! Elmondom, hogy mi van, figyeltek? Na, csöndöt kérek! Na, aki elő megszórál, na! Itt megvágjuk a fát, itt! Igen? Itt megvágjuk a fát! Jó, ez nagyon nehéz, Maralén. Adjad, majd folytatom. Itt megvágjuk a fát, és akkor meg van vágva a fa, utána becsomagoljuk. Hú, gyerekek, ilyen karácsony. Olyan, kiveri a szememet. Gyere ma ide, ide hát kiveri a szememet. Maradj ma a csöndbe, azt nézd végig. Csak maradj ma a csöndbe. Zoli, én nem így tanultam. Tanom, itt tanult. De Zoli, én a hentes iskola, amikor a malacot odaadták nekem, hogy hogy kell ketté vágni, nem így vágtuk a malacot ketté. Van egy ötletem, Krisztián, meg te emeljetek, mert én vagyok a legsoványabb. Emeljetek, 89 kiló vagyok. Én 85 vagyok. Na, ez a 4 kiló, hát emeljetek meg, majd én ezt tudlak tartani. 79. Na, emeljetek meg, akkor fogjatok meg, azt én majd levágom. Na, fogjatok meg, de szépen. Tényleg. Na, 3 percet bírjunk ki. Krisztián. 1, 2, 3! Ne húzzatok el, nem érek a fához! Hát ne húzzatok el! Hát fogjad magad! Hát gyere ma! A lábamon lépsz, vere! Jaj! Ne! Na gyerekek, Zoli! Menj haza! Krisztián, menjetek haza! Ha majdnem kidörzsölt az arcomó! Szerencsétlen brigád! Szerencsétlen brigád! Szerencsétlen brigádot hoztam ideje!